Sziasztok! Üdvözlök mindenkinek ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Nálunk délutánban épp hogy csak hazértem a munkából. Már milyen régen nem mondtam. Épp hogy csak hazértem a munkából, épp hogy csak megzvanyoztam, megebédeltem, és még a hajam is vizes. Komolyan mondom, rettentő régóta nem mondtam ezt a szöveget, így a videó elején. Te! Na minden, amúgy készülődünk. Hol vagy? Ott vagy. Szervusz, mi a helyzet? Mit? Semmi. Mondom azt a szöveget, hogy hello, hazaértem, megzvanyoztam, és megebédeltem, és megyünk. Mostanában vagy a vizen kezdjük, vagy a vízre megyünk, vagy... Na minden, van valami hajót, csónakot mutatunk. Ja, na minden, nem máshol megyünk. El kell bennem vennem cipőt. Képzeld el, ugyanis nekem egy cipőm van munkába, meg egy cipő, vagyis munkába kettő, mert van egy ilyen másfajta cipőm, és kettő cipőm van munkába, de egy cipőm van így normális kimeneletre, hogyha megyek így valahova. Majd van egy másik is, de az ilyen elegánsabb cipő. Na minden, egy normális cipőm van, az a lényeg, hogyha megyek ugye valahova. És képzeld el, reggel olyan álmos voltam, hogy mikor felöltöztem ugye a munkás ruhába, megreggeliztem, felhúztam a cipőmet, és véletlenül nem a munkás cipőmet húztam fel, hanem a rendes cipőmet, és csak a munkába vettem észre, hogy nem a munkás cipőm van rajtam. Úgyhogy a rendes cipőm tudod milyen lett? Milyen volt? Te meg sem merem mutatni. Koszos, festékes, valahol ott hagytam kint. És na minden, az a lényeg, hogy el kell mennem most egy cipőt, mert nincsen rendes semmilyen cipőm, és ilyen munkás, festékes cipőbe kell menni. Végülis nem annyira festékes, megmutatom, hogy néz ki. Nem tudom, ti nézitek, vagy amit szerintetek az emberek nézik, hogy milyen cipő van rajtad, vagy nem? Mert ha nézik, akkor na minden, megmondják, hogy nem vagyok normális. Már nem olyan túl rossz, mutatom, hogy milyen lett a cipőm. Annyira festékes nem lett. Márján, mutatom ezt. Látod milyen lett? Ilyen koszos, ott egy festék. Tőle is rajta próbáltam azért rá vigyázni. És egy kicsit nem tudom mit csináltam vele. De, na minden, élőbe, nem tudom a kamerán hogy néz ki, de élőbe, Lukasz, hogy néz ki a cipőm? Úgy néz ki a cipőm. Na minden, szerintem annyira, ami nem lehet látni. Na menjünk, fogjuk mindjárt. És addig rakjad le, húzod a cipődet, megmutatom milyen az idő. Végülis esik az eső, vagy esett az eső. Egész héten ilyen szemerkélt, esett, elállt, volt jó idő, míg délután nagyon jó idő volt. Mutatom. Látjátok, ilyen felhős az idő, éppen az előbb csipörgött, ami nem jelent mást, mint ami azt jelenti, hogy a csónakot nem adtam, ugye múltkor megvettem, és hogyha ilyen esés az idő, akkor tovább tart ugye eladni, mert senki nem akar a vízre menni, senki nem akar csónakot venni. Ami az a jó ebbe, hogy meg tudom nektek most mutatni majd, hogy néz ki élőbe, és a hétvégén, hogyha nem adom el, akkor el fogjuk tudni, hogyha el tudjuk vinni, hogyha nem is az eső, lehet, hogy a Davis-szel, a feleségemmel, meg lehet, hogy még a Lucas-szel is. Attól függ, hogy mit csinálunk, de lehet, hogy vasárnap vagy jövő hét elején ki tudjuk vinni. Ugyanis én rettenetesen kiszerettem volna vinni ezt a csónakot kipróbálni, úgyhogy most lesz rá alkalmam. Ma mondták, hogy jön valakiért, aztán mégse jött, mert képzeld el, ideért az első, úgyhogy na minden. Úgyhogy megvan a csónak, úgyhogy nem tudom, hogy ez most örüljek neki, vagy ne örüljek neki, de legalább megvan. Majd eladjuk. Na, húzzuk a cipőt, elköszönünk a családtól, ugyanis csak én meg és a Lukasz, aztán megyünk. Rendben van? Nyílik a kapu, mutatom. Látjátok, így néz ki élőbe. Ilyen szép nagy, ugye Lukasz, ez elég nagy. Jóval nagyobb, mint a másik. Rajta ez a takaró, nem takaró, hogy ne gyűjtsön ugye be nagyon a nap. Aztán jön kettő Jackivel, ahogy árulom ugye, meg azzal a kettő evezővel. 3,7 méter, ugye? 3,7, és ilyen szépen néz ki. Mégis nem a legszebb, de nincsen rajta luk, nincsen rajta semmi se, horpadás se. Egy kicsikét fel kéne ugye polisolni, és elég jól néznek ki szerintem. Na mi a te problémád? Ugye ez a frász mi van fönti, nem megy lentét, szóval ő itt a víz mindig megy van. Ne, hát ennek nagyobb az eleje. A kéknek tudod milyen pici volt az eleje, amivel ki szoktunk menni múltkor. Ilyen alacsony volt, és az volt a gond, hogy a víz mindig ugye bejött. Ezen nem megy be a víz, kivéve, hogyha ugye nagyon nagy a hullám. De hogyha kabinos lenne, ugye akkor egyáltalán nem jönne be a víz az elején. A vitorlást még mindig nem vettük meg, ugyanis néztem, vagy lehet, hogy nézzünk másikat megint, lehet, hogy a hétvégén, vagy jövő héten, majd meglátjuk. De még mindig nézelődök. Na, körbe, kimentem a fókuszból. Kamerát még mindig nem vettem. Az autót még mindig nem döntöttük el, hogy eladjuk-e vagy nem, majd meglátjuk, ugyanis mindenkinek meg szeretném köszönni, hogy mondták, hogy eladjuk vagy ne. A többségén azt mondta, hogy 90% azt mondta, hogy nehogy eladjátok, mert ez nagyon szép, meg nagyon jó autó. 5%-a volt körülbelül, vagy max 10, annyi nem is volt, aki azt mondta, hogy adjátok el, vegyetek egy
Ferrari-t, vegyetek egy nem tudom micsodát, na minden, még nem döntöttük el, de ma meglátjuk. Lehet, hogy eladjuk, lehet, hogy nem, de lehet, hogy nem adjuk el. Mi? Eladjuk, vagy nem adjuk? Nem tudom. Nem tudom. Majd meglátjuk, hogy ha találunk valami jobbat, akkor lehet, hogy eladjuk. Na, sipol. Hú, meleg bent itt. Meleg van itt bent itt. Ma nagyon meleg volt, ilyen izzadós idő volt amúgy, és azért jött meg így hirtelen az eső, és most kezd lehűlni egy kicsit a levegő, ami jó is, meg nem is. Az esőt nem szeretjük, de nagy meleget se. Na minden. Várjál. Le kell zárni a kaput, oda néz. Egy. Kettő. Na. Úgyhogy, majd folytatjuk tovább. Én most gyorsan veszek cipőt, aztán, ha vettem, megmutattam, hogy milyen cipőt találtam. Megnézem a Skechers-t, ugye? Meg az Adidas-t, azt hiszem. És megyünk tovább. És ide is értünk a lámpához, ugye, és ott a bevásárló. Ide jövünk a közeli, a miénkbe, ugye? Jó. És itt van ilyen cipő volt, ahol akarok ugye nézni. Aztán még mindent valaki kérdezni. Várjál, fordulok. Hoppá, na várjál, leparkolunk. Amit akartam mondani, még mielőtt valaki mondaná, hogy koszos lett a cipőd, és ezért veszel egy újat, neked megint mennyi pénzed van. Nem azért veszek, vagyis az éjfők, nem az éjfők. Az éjfők azért, mert kellett most már vennem cipőt, egy ideje nézek cipőt, ugye kellene vennem, meg rövid nadrágot is, amit még mindig nem találtam, na igen. Ugyanis ez a cipő már rettentő régóta megvan, tehát nézegettem, és most nagyon tök véletlenül tényleg felvettem reggel, ebbe mentem el dolgozni. Ugye, na minden, ez annak a jele, hogy most tényleg kell, hogy venjem. Tehát most már nem tudom halogatni, ugyanis elmentem, néztem cipőt, de sose találtam olyat, amivel ami megtetszett volna annyira, vagy jó lett volna, vagy én nem tudom. Nagyon válogatóság, azt hiszem, az a baj, ugyanúgy, mint a rövidnadrággal is. De most mindenképp kell vennem. Úgyhogy ez van. Na mindegy. Úgyhogy nem azért veszek meg most a koszosront, meg ráment egy festék, miért nem mosott ki, hanem azért meg kellett vennem, ugyanis a cipőnek a belseje. Tudjátok, hogy milyen, ilyen a hátsó be van egy kicsit már, nem az, hogy elsődek, nagyon ki van taposan, értitek, mit mondok. Tehát mindenképp kell venni, és na minden, veszünk, legalábbis remélem. Na minden, megyünk be? Mit olvasol? Nincs csak könyvet. Na minden, ott van bent a bolt, látod? Nincs, hogy menjünk, aztán folytatjuk tovább. Reméljük, hogy elfejtetted mi. Ja, hogy én már kivettem szó. Igen, na menjünk, mert már idő van. Reméljük, hogy veszek cipőt, te nagyon remélem. Na, aztán megmutatom nektek. Visszajöttünk, képzeld el, egy másodperc volt nektek, nekünk körülbelül egy ilyen 40 perc. Mi Lukasz itt a Lukasz-e úgy? Hello. És vettem cipőt. Megint azt mondta, hogy hello. Vettem cipőt, képzeld el, nem Adidas-t, megnéztem mindenféle fajtát. Skechers cipőt vettem, ugye ánklábaját szoktam mindig én viselni, és ezt nem én választottam, hanem ki választotta? Én. A Lukasz választotta. Mutatom, hogy milyen cipő. Látod, ilyen szürke, fehér, és van benne ilyen piros valami az aljába. Hogy milyen, biztos, hogy jó, legalábbis remélem. Látod, úgyhogy most ilyen cipőm lesz. Há, körülbelül egy ilyen egy évig biztos, ugye? Általában egy évig meg szokott lenni a cipő. Mit csinálsz? Mit olvasol? Egy könyvet, gyönyörű. Hazajöttünk, közben lement a nap, ahogy látjátok, besötét teret. Mit csinálsz? Mi? Mit csinálsz? A Lukasz a paci. Te! Kuszmusz! Hova rohanunk? Mi? Hova rohanunk? Na! Behúzzuk az ablakot! Amúgy meleg van még mindig, képzeld el. Remélem, hogy nem jön az eső megint. Én most az időszak mondtam, hogy ilyen eső, és meg néha jégeső van. De na minden, ma meglátjuk. Úgyhogy a Lukasz az, hogy zuhanyban van, jól nem tudok bemenni. A Davis az, nem megyek be! A Davis az itten játszik, hát most a feleségem, de nem mutatlak! Te! Én megnézem a pingvin meccsét. Te! Azt mondja, én addig ezt lekapcsolom, azt egy kicsit rendet kell rakni, ugyanis nézni van. Látod? A Davis most mindjárt elmegy aludni, most nem is olyan nagy a rendetlenség. Te most ez mit keres itt, ez a tárca, ez a karácsonyi tárcánk, te ezzel kioszta a Davis. Vissza-vissza, lekapcsoljuk a pingvint. Aztán mindenkinek meg szeretném köszönni, akik megírták, hogy milyen kamerát kellene vásárolnom. Egyelőre, hogy még milyen kamerát veszek, nem tudom. Ugyanis amit mondtam, hogy néztem a Sony-t, az még nem jött ki. Aztán a másik se jött még ki, amit néztem. De, na, csak közben kikapcsoltam. Azért nem figyeltem. Működik! Rákapcsoltam a rendes tévére. Nem tudom, hogy miért, de néha ez az ilyen tévé, ez az ilyen okos tévé, vagy milyen tévé, ilyen smart tévé, és ilyen Android megy ebbe ezekbe a tévébe, vagy nem?
Valami rendszer, nem? Na mire? Néha újraindítja magát. A régi tévék sosem volt vele gond, ugyanis nem ilyen okos tévé volt, hogy mindenféle dolog volt rajta, csak a sima tévé bekapcsoltad és nézted. És ezeken az új tévéken ilyen minden ilyen applikáció van, mindenféle applikáció, még az életben semmit nem töltöttem le a tévére, de néha gond legyet és újraindul, néha kilép valami applikáció, mondjuk a Netflixből, vagy akármivel, és a régi tévék azért voltak jó, ezek a, azok a Junost tévék, még nem volt jó, mert rettentő rossz volt a kép, meg minősége, meg a tévé is, de ezek a régebbi tévék nem ezek az okosak, mert bekapcsoltad, és csak nézted. Bár nem volt rajta például olyan dolog, amit most én, még Netflix nem volt rajta. Mondjuk a Netflix akkor nem is létezett még. Na minden, amit akarok mondani, ezek az új tévék, ugye milyen applikáció megy rajta, mindig kikapcsol, bekapcsol, újraindul, várni kell vele, nem tölt, betölt, te. Na mindegy. Amúgy múltkor láttam ezt az új tévét, ugyanis elmentem, és ilyen vékony volt, olyan, ilyen nagyon ilyen vékonyka, azért nem olyan, mint egy papírlap, de majdnem, hogy megközelítette, és ugye egy felett rakni a falra szépen, aztán azt néztük az öcsémmel, hogy alatta meg volt egy doboz, és abban volt benne a tévé. Úgyhogy levették a nem a minőségét, a vastagságát ilyen kis picikére, de egy doboz kapsz hozzá, amit be tudsz mondjuk rakni oda a DVD lejátszód mellé, vagy valahova, gondolom. Mindegy, amúgy jól nézett ki, csak az volt vele a baj, hogy nagyon drága volt, de majd előbb-utóbb biztos ugye le fog menni neki ugye az ára. Csak közben vakrom a fejemet, nem azért, mert bolás vagyok, vagy tetűs vagyok, vagy valami vagyok, hanem leégett ugye múltkor a fejem, és most kop! Jön le a bőr róla, ugye ez az égett bőr, és ilyenkor viszket, hiába mostam meg, mindegy mit csinálok vele, időközönként meg kell vakarni. Nem azért, mert vannak benne bogarak vagy valami, csak mert kopik a fejbőröm. Na minden? Csak gondoltam, hogy szólok. Úgyhogy beindítom a gépemet, a számítógépet, nem beindítom, csak kinyitom, és elkezdem másolni ezt a mai videót, és ezt a mai videót én most lassan befejezem. A mai videó egy kicsit ilyen régebbi stílusú volt, ilyen rendes, ilyen vlogos, mármint több is vlogos, csak egy ilyen, hogy megyünk ide, meg oda, mármint a boltban nem filmeztem semmit, sem nem vittem be a kamerát, mert csak befutottunk, meg kifutottunk. Ugye az új cipőm jó, egy kicsit nehéz vele még vezetni, ugyanis hazafelé azzal vezettem, mert ugye nem érzem rendesen még a pedálokat, de hozzá fogok szokni körülbelül egy vagy két napon belül, de amúgy jó volt. És ha gondoljátok, írjátok meg, hogy mit szóltok az új cipőmhez, megmutatom még egyszer, hát valaki nem látta, mert elpörgette a videót. Ilyen, látod? Ilyen, nem tudom, lehet, hogy sportosabb, nem sportosabb, az biztos, hogy van benne cipőfűző. De nekem úgy tetszik egyelőre. Lukasz választotta, ugye, ahogy mondta. Na, igen, letesszük. Cipőfűzőt nem tudom, hogy kicserélem-e vagy nem. Ugyanis fehérrel jött, lehet, hogy jól néz neki, lehet, hogy nem. Nagyon, ma meglátjuk, gondoljátok, írjátok meg, mit gondoltok róla. Vagy nektek milyen cipőtök van? Mi a kedvenc márkátok? Úgyhogy ezt a mai videót én itt most befejezem, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretik, van, ugye attól függ, hogy mikor nézzek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!